Még nincs járvány, de egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Történelmi év, fennállásának 950. évfordulójára készül idén Tokaj. Kereső kutya kerestetik, a Nemzeti Adó és Vámhivatal várja a kutya tulajdonosok jelentkezését. Egyre többen fordulnak influenza-szerű tünetekkel a házi orvosokhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Járvány még nincs, de sokan panaszkodnak lázra, fejfájásra és gyengeségre. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Újhelyi János gyermekgyógyász szerint a járvány kialakulását lassítja, hogy az elmúlt években nagyon sokan vették fel a védőoltást, így a szervezetük ellenállóbbá vált a vírusoknak. Az influenza járvány elleni védekezésben azonban sokat jelentene, ha a szájmaszkot ismét sokan használnák. Egyre többen várakoznak az utóbbi napokban ebben a házi orvosi rendelőben. Újhelyi János gyermekgyógyász azt tapasztalja, továbbra is felfutóban van az influenza járvány. Van egy rendszer, amivel mérik az alapellátó orvosok a influenza-szerű betegségeket, meg tesztelik is magát az influenzát. Én nem is a statisztikából szoktam lemérni, hogy van-e járvány vagy nincs, hanem én a magam forgalmából, és azt mondom, hogy mindez idáig én nem láttam influenza tömeges megjelenést a gyerekeknél, pedig a gyerekekre jellemző általában is, hogy az influenzát terjesztik meg a nagyobb tömegben, megbetegednek, viszont már a tegnapi nap már nekem ez gyanús volt, mert tegnap szokatlanul sokan voltak, és már voltak típusos influenzás betegek is, tehát éppen a napokban fog itt telítődni a Nyíregyházán és a megyében is szerintem ez a betegség, és a mai napon is már több influenzás, típusos influenzás beteget láttam, legalábbis olyan tünetű betegeket. Ezt ugye a gyakorlóorvos tudja, hogy mik azok a típusos tünetek, amelyek gyanúsak az influenzára. A házi orvos szerint a jelenlegi esetszám a felvett oltásoknak is köszönhető, mivel így kevesebben vagy enyhébb tünetekkel esnek át a fertőzésen. Vasárnap vettem még észre, hogy nagyon kapar a torkom, de még akkor nem gondoltam, hogy beteg is leszek, mert azt hittem, hogy csak kicsit félre nyeltem, meg hogy hőemelkedésem lesz. Mit adok én neked egy gömbben autót? A védőoltás mellett a vitamindús étkezés is segít a megelőzésben. Felvettük az influenza elleni oltást, az egész család, mind a két unoka, lányom, férjem, mindenki. Hát próbálunk vitaminokat fogyasztani, almát, savanyú káposztát szeretjük, zöldségféléket elég sokat eszünk, teát reggelente, mézet. Azt nagyon sokat fogyasztunk. Újhelyi János hangsúlyozta, az immunrendszer védelme mellett fontos lenne, hogy ne is találkozzunk a vírussal, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor a maszkviseléssel megakadályozhatnánk a vírus terjedését. Ne találkozzunk olyan emberekkel, meg óvajuk magunkat, ami attól, aki típusosan beteg, lázas, köhög, mert ha nem kapjuk el tőle, akkor nem fertőződünk meg. Tehát ez, és azzal, hogy mi maszkot hordunk, vagy a Covid idején is maszkviselés volt kiterjedten, amiatt nem volt influenza. Tehát azzal, hogy egy kicsit megnyugodni látszik a Covid járvány, de hordanánk maszkot, ez az influenza védekezésben is nagyszerű lenne. Tehát ez az elsődleges, hogy ne kapjuk el. A másik az, hogy a zárt közösségekben a gyakori szellőztetés nagyon fontos, az, hogy a beteg gyerek, beteg felnőtt ne menjen olyan közösségbe, legyen olyan magatartás például egy felnőtt embernél, hogyha ő beteg, akkor egy bevásárlásba föltenné a maszkot, milyen nagyszerű lenne. A házi orvos hozzátette, elsősorban nem a gyógyszerek útján lehet kivédeni a betegségeket, hanem az egészséges életmóddal. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt közösségekben ajánlatos a gyakori szellőztetés, a szabad levegőn eltöltött séta és a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitel.
Történelmi jubileum előtt áll Tokaj, idén ünnepli a Bodrogparti település fennállásának 950. évfordulóját. Jelentős programokkal készül az eseményre a város, komoly infrastruktúrális beruházásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy növeljék a turisták számát. Ennek köszönhető, hogy 2022-ben az országban a legnagyobb növekedést érte el a vendégéjszakák számában a Tokaj-Nyíregyháza térség. Az Tokaj városnak elejétől fogva való törvényeinek és rendtartásainak könyve. Az 1610-es könyvborító mellett az épületek is tanúskodnak a város nevezetes történelméről. Tokaj hírnevét a bor hozta meg, de ma már fontos az is, hogy megfelelő vendéglátóhelyek és programok várják a látogatókat, mondta a 35 perc című műsorunkban Posta György polgármester. Nagyon fontos eleme a Tokajba érkezőknek a tokaji asszú vagy a tokaji bornak a hívó szava, de azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy milyen minőségű szálláshelyek vannak, illetve hogy milyen programok is vannak. És azt gondolom, hogy a fesztiválkatlan megindulása után egyre több olyan minőségi programkínálat is volt, ami pont visszaköszönt, hogy kevesen tudtak szállást foglalni, és be kellett vállalniuk azt, hogy éjszaka 11-kor, amikor vége volt az előadásnak, akkor vissza kellett utazniuk onnan, ahonnan jöttek, vagy odahova jöttek. Ezt már reményeink szerint nem kell megtenni, ezek a minőségi szálláshelyek a program után a kellő pihenés is fogják szolgálni, tehát úgy gondolom, hogy minden, és együtt kell kezelni a dolgokat, megfelelő programok, illetve szálláshelyek mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a vendégészakák száma ilyen nagyban nőjön, mint ahogy nőtt 2022-ben. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint 2022-ben országosan a legnagyobb növekedést a Tokaj-Nyíregyháza turisztikai régió érte el. 30%-kal növekedett a vendégészakák száma a térségben. A tokaji polgármester abban bízik, hogy a 2023-as nevezetes évben tovább tudják növelni látogatottságukat. Egy régi vágy fog teljesülni azzal, hogy a fesztiválkatlanba a Mamma Mia el fog jönni. Ezt azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lesz. A Nox is újra, vagyis hát még nem volt Tokajban, de ugye a pesti bemutató után a fesztiválkatlonba is fel fog lépni. És ugye lesz egy jubilomi 40 éves István a király, ami azt hiszem, hogy megint csak nagyon sok embert fog a fesztiválkatlonba hozni. Ezek a programok is azt célt szolgálják, hogy ugye ez évben lesz Tokaj 950 éves, hogy méltóan ünnepeljük meg ezt a fantasztikus évfordulót. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan 4000 fős település van, aki ilyen csodálatos, büszke címmel rendelkezik, hogy megéri a 950. születésnapját. Tokaj ebben az évben erre készül, és remélem, hogy ez is majd oda fogja csalni az embereket, hogy kíváncsiak, hogy milyen 950 évesen ma Tokaj. Ugyan a háború miatt az orosz és az ukrán turisták elmaradnak a városból, egyre több a romániai vendég Tokajban. Ezen túl számítanak a belföldi turisták látogatására is 2023-ban. A vadászok világát a gyerekeknek is meg kell ismerni. Ezzel a céllal kötött együttműködési megállapodást a Kálai Gyűjtemény és az Országos Magyar Vadász Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezete. Ennek keretében interaktív előadásokon, solymász bemutatókon, de akár íjászaton is részt vehetnek majd az érdeklődő iskolások és óvodások. Jó munkát végez a Kállai Gyűjtemény, hiszen felhívja magára a figyelmet olyan szervezeteken keresztül is, amelyek tevékenysége nem kapcsolódik szorosan a múzeumhoz. Hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón. Bár kevesen tudják, a Kállai Gyűjtemény raktárában van egy több száz agancsból álló kollekció, sőt Élosvai Ferenc munkásságának egy része is megtalálható itt. Ezért időszerű volt újabb megállapodást kötnie az intézménynek, ezúttal az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezetével. Ez az egymásra találás azért is nagyon fontos, mert színesíteni tudják azt a palettát, amit ez a kulturális közök kínálni tud. Azt gondolom, hogy ez kölcsönösen előnyös mindenki számára, hiszen azért a vadászok is nagyon fontos szerepet töltenek be a környezetvédelemben, az erdőnek az igazgatásában, igazgatásában. És azt gondolom, hogy az ide látogató gyerekek, ők egy olyan pluszt fognak kapni, amely nem mindennapi esemény lesz az életükben. Ezt különböző gyakorlati foglalkozásokkal fogja biztosítani a Kállai Gyűjtemény, melynek alapja a nemrég megnyílt Fények és Színek című festménykiállítás.
A gyakorlatban tulajdonképpen most, hogy a 24-i, február 24-i tartó kiállításunk alatt rengeteg foglalkozásunk lesz, amelyben solymászbemutatótól kezdve vadászbemutatóig is megvalósításra kerül. Ebben ők nagy segítséget fognak adni. Ugyanakkor a vadászkamarának a telephelyére, székhelyére is ki tudunk menni gyerekekkel, gyerekcsoportokkal. Ott is foglalkozással, ijászattal és sok minden mással fognak tudni megismerkedni, és ezt szeretnénk a későbbiekben hasznosítani az általunk eltervezett napközis táborba is, ami az iskola vége után itt a Kálai gyűjteményben heti ciklusokban fog lezajlani. A megállapodás létrejöttének több oka is volt. Az egyik legfontosabb, hogy szeretnének változtatni a megszokott múzeumi stíluson és rendszeren. A múzeológiának szerintem ez lenne a lényege, hogy egy olyan komplex ismeretet nyújtson, amivel úgy szellemileg megelégedetten jön ki az ember a múzeumból, mert nem csak, hogy végigfutottam, láttam, megyek, hanem tudom, hogy mi van mögötte. Tudom, hogy ez hova tartozik a történelemben, a társadalma, a társadalom életében, hova helyezhető el, milyen technikatörténeti vagy technológia történeti ismeretek kapcsolnak hozzá, mert hiszen ott nyilván voltak a felfedezések. Az együttműködés elsősorban a fiatalokat célozza majd, szeretnék velük interaktívan megismertetni a vadászok világát. A vadászkamarának konkrét üzenete is van ezáltal a gyerekek számára. Bújjanak ki otthonról, és egy kicsit menjenek ki a napra, nézelődjenek, csodálkozzanak rá, hogy mi minden vesz minket körül. És ha nem is vadászokat szeretnénk belőlük csinálni, de fogadják el azt, hogy ez is a része az egész lényünknek, hiszen az ember emiatt, vagy ennek következtében tudott kiemelkedni az állatvilágból. A nemrég létrejött együttműködési megállapodás egy évre szól. Ismét keres olyan kutyákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső és járőr kutyákra is szükség van a szervezetnek. A felhívásra e-mailben lehet jelentkezni, majd a hivatal felveszi a kapcsolatot azokkal, akiktől második, konkrét ajánlatot is kér. A sikeres kereső kutya jelöltek először 21 napos próbaidőre kerülnek a kiképzőkhöz. A NAV munkatársai előveszik a gyakorló cigarettát a bőröndből, hogy azt valahol a sóstói erdőben elrejtsék. Ezt pár perc múlva Kodának kell megkeresnie. Őt tavaly elsőként képezték ki zöld határ ellenőrzési feladatokra. Érkezik is az alig 2 éves kan, aki egy kis szimatolás után hamar nyomra akad, és azonnal szeretné megfogni a zsákmányt. Még gazdája határozott utasítása szükséges, hogy széttépés helyett először hangadással jelezze, megtalálta a keresett anyagot. És valóban oda rejtették el a korábban már lefoglalt ukrán cigarettát. A sikeres felderítés után pedig jöhet a jól megérdemelt játék a labdával. Kodát ezzel lehet a legkönnyebben motiválni, most már szépen játszik és szót fogad, de ez nem volt mindig így. Egy rettenetesen erős ösztönű kutya, és ugye amikor megszerezte a zsákmányt, ebbe az esetben a labdát, akkor tőle mind a mai napig nagyon nehéz megfosztani, nagyon birtokolja. És az elején ez úgy nézett ki, hogy amikor sikerült tőle elvenni a labdát, akkor ő ott harapott meg engem, ahol ért. És ugye erről le kellett őt szoktatni, gyere ide, erről le kellett őt szoktatni, és tehát ez komoly nehézségeket okozott, hogy bizonyos feladatokat, tehát elindul egy feladat, a feladat közben is kell ugye jutalmazni. És akkor sokáig megálltunk, mert nehéz volt tőle elvenni a labdát, nehéz volt tovább lépni, de most már ez hál' Istennek sikerült orvosolni. A NAV-nál jelenleg 48 aktív kutya van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kirendeltségben pedig Kodán kívül még 12 kutya teljesít szolgálatot. A korábbi évekhez hasonlóan idén is közzétett egy felhívást a hivatal, hiszen újabb kereső és járőr kutyákkal bővítenék az állományt. A stratégia szerint 2025 végére elérik, hogy 65 kutya teljesítsen szolgálatot. A kiválasztási eljárásokat követően, ami tulajdonképpen egy 13 feladatsorból áll, azok a kutyák, akik kiválasztásra kerülnek és megbirkóznak az ott támasztott követelményekkel és feladatokkal, egy 24 hetes képzésen vesznek részt, ezt már Budapesten a kutyaképző központunkban,
itt a kutyának feladata az is, hogy megtalálja a hozzá közel álló kollégát, akivel együtt tud dolgozni, és ezeken a képzéseken megteremtjük azokat a lehetőségeket, amelyekkel egyébként a kutyák az adott szakterületen találkozni fog. Különböző képzést igényelnek azok a kutyák, akik mondjuk egy határon teljesítenek szolgálatot, mint például azok a kutyák, akik egy folyam ellenőrzésben például hajón kell szolgálatot teljesíteniük. Az ideális jelölt 10 és 36 hónap közötti életkorú kutya, amelynek jó zsákmány szerző és apportkészséggel kell rendelkeznie, jól szocializáltnak és egészségesnek kell lennie. Nem félhet a mélységben vagy magasban végzett feladatoktól, sem a lövésektől. A kutyavásár részletes kiírását a NAV honlapján találják meg az érdeklődők. A gazdik február 17-ig e-mailben küldhetnek ajánlatot a vásárra. Jelentősen csökken az üzemanyagok ára szerdától. A holtankoljak.net információi szerint a benzint 10 forinttal, a gázolajat pedig 25 forinttal értékesíti olcsóbban a MOL a töltőállomásoknak. Ha a benzinkutakon érvényesítik a csökkentést, akkor a 95-ös literjét 612 forintért, a dízel literjét pedig 643 forintért vásárolhatják meg az autósok. Őzet gázolt egy autós kedden reggel a 36-os főúton János Bokor térségében. Az állat az ütközés következtében elpusztult, az autóban pedig jelentős anyagi kár keletkezett. Csak műszaki mentés után tudták elszállítani a helyszínről. A rendőrség vizsgálatot indított, mert a baleset olyan útszakaszon történt, ahol ki volt téve a vadveszélyt előrejelző közlekedési tábla. Vereséget szenvedett Miskolcon a Nyikse Szegfű bútor. Szavics Brána együttese az NB1B zöld csoport 19. fordulójában a MEAFC Miskolc otthonában kapott ki 80-63-ra. A négy győzelemmel és 12 verességgel sereghajtó nyíregyházi kosarasok pénteken a 15-1-es mérleggel lista vezető Budafokot fogadják a Bánki csarnokában. Jól kezdte a meccset Miskolcon a Nyíkseszegfű bútor, az első negyed végén vezettek a nyíregyháziak, sőt, még a félidőben is szoros volt az állás. A harmadik negyedben aztán eldöntötte a mérkőzést a házigazda, így továbbra is 4 győzelem és most már 12 vereség áll az újonc neve mellett a tabellán. Az egyesület elnöke szerint tudták, hogy időre lesz szükségük ahhoz, hogy felvegyék a magasabb osztály ritmusát. Kellett pár hónap, hogy egyenesbe kerüljünk és megvessük a lábunkat. Bízom benne, hogy ez a csapatra is ráragad, és a fiúk is ezt érzik. Én úgy tapasztalom az elmúlt néhány mérkőzésen, hogy ez most már egyre jobban tudatosul náluk is, hogy ez egy magasabb osztály, magasabb követelmény, sokkal több koncentrációt, sokkal keményebb felkészülést ígér. Vagy kér, és mi annak idején, amikor beszélgettünk az induláskor a csapat tagjaival, akkor abban maradtunk, hogy nem lesznek halmozottan több edzés, felkészülés, stb. Viszont az a munka, amit bele kell tenni, az sokkal keményebb kell, hogy legyen ezen a szinten. Úgy tűnik, hogy erre most már a fiúk is ráébredtek, dolgoznak keményen, és bízunk benne, hogy alanyi jogon sikerül kivívni a bennmaradást. Mint Balogh Béla elmondta, azon dolgoznak, hogy az egész mérkőzésen kiegyenlített formát mutasson a csapat. Nagyon sokszor fordult elő hazai pályán, ráadásul, hogy az első negyedet nagyon rosszul kezdjük, és onnantól kezdenem. Idegenben most legutóbb alkalommal a Miskolc együttesénél, ott viszont az első két negyedet kezdtük nagyon jól, és vezettünk is végig idegenben a tabella második helyezettjénél, ott viszont a harmadik negyedben fogytunk el. Tehát ez a folyamatos koncentráció, és végig kevés, ha már két-három ember oda tudja magát tenni, ez már itt az NB1B zöld csoportban kevésnek bizonyul. Tehát ez NB2-ben lehet elég volt, most viszont most már az kell, hogy mindenki a maga szintjén oda tegye a maximumot. A következő fordulóban a szintén újonc Budafokot fogadják a nyíregyháziak. A két csapat tavaly nyáron az osztályozó tornán találkozott egymással a Bánkiban, akkor szoros meccsen a fővárosiak nyertek. Az egy nagyon fontos mérkőzés volt akkor, ez is most egy fontos mérkőzés, hiszen hazai pályán nekünk meglepetést kell csinálni, tehát olyan nem működik, hogy egy bajnokságot úgy lehozzunk, hogy csak egy-két kötelező mérkőzést nyerünk. Nyilván egyszer előbb-utóbb meglepetés kell. Azt gondolom, a Budafok együttesét ismerjük, nagy részt azok a csapatgerincét azok a játékosok alkotják, akik úgymond az NB2 Final Four-ban is itt voltak.
nagyon erős csapatról van szó, korábban minden játékos szinte magasabb osztályt is megjárt játékos, és van idegenlégiós is, tehát én azt gondolom, hogy egy kemény küzdelemre számíthatunk. A Nyíkcseszegfű bútor Budafok mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Egyre többen fordulnak influenza-szerű tünetekkel a házi orvosokhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Járvány még nincs, de sokan panaszkodnak lázra, fejfájásra és gyengességre. Újhelyi János gyermekgyógyász szerint a járvány kialakulását lassítja, hogy az elmúlt években nagyon sokan vették fel a védőoltást, így a szervezetük ellenállóbbá vált a vírusoknak. Az influenza járvány elleni védekezésben azonban sokat jelentene, ha szájmaszkot ismét sokan használnák. Történelmi jubileum előtt áll Tokaj, idén ünnepli a Bodrogparti település fennállásának 950. évfordulóját. Jelentős programokkal készül az eseményre a város. Komoly infrastruktúrális beruházásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy növeljék a turisták számát. Ennek köszönhető, hogy 2022-ben az országban a legnagyobb növekedést érte el a vendégéjszakák számában a Tokaj-Nyíregyháza térség. Ismét keres olyan kutyákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Ezúttal kereső és járőr kutyákra is szükség van a szervezetnek. A felhívásra e-mailben lehet jelentkezni, majd a hivatal felveszi a kapcsolatot azokkal, akiktől második, konkrét ajánlatot is kér. A sikeres keresőkutya jelöltek először 21 napos próbaidőre kerülnek a kiképzőkhöz. Február 7-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedd éjszaka borult és derült égbolt lesz felettünk, a hőmérséklet fagyos lesz, -4, -2 fok várható. Szerdán napközben marad a tiszta napsütéses időjárás, a fagy azonban nem enged, nappal -5, +2 fok közötti értékekre lehet számítani. Ugyanez a tiszta, fagyos idő jellemzi majd az egész hetet, de csapadék, hóesés nem várható.